Ez a Frankó TV az első felvidéki magyar sportcsatorna, rólunk nekünk minden vágatlanul, Dunaszerdahelyről a Bombon szálló elől jelentkezünk, hátunk mögött egy fehér autóbusz, amely mindjárt elindul Poprádra, hiszen ott játszik a Dac holnap, a Prešov ellen, ugye a Prešov stadionját építik, tehát Poprádon lesz a mérkőzés. Hát egyelőre erre a fehér buszra nem szállhat fel Noen Quinn, a kameruni légiósunk, aki már fél éve sajnos sérüléssel bajlódik, és 4 éve a Dac játékosa, de edz viszont, tehát jó hír, hogy hamarosan talán csatlakozhat a többiekhez is. So, Noen Quinn, you are 4 years here, the player of our team, but unfortunately 6 months you are off because of knee injury. How about your situation? Bus is here, but you are staying here, so you will not connect to the team. When you will connect to the team, what about your healthy situation now? Yes, thank you. I am here exactly since 4 years, but now I have injured since 4-5 months. I just make rehabilitation and I hope to get better and better to be 100% to the second part of season. So I think February. Tehát igen, 4 éve van itt, ugye 4-5 hónapja sérüléssel bajlódik, de most már jobban van és a rehabilitációt tölti, tehát próbál minden nap jobb és jobb egészségi állapotba kerülni, már lassan az edzéseket is elkezdi, de úgy gondolja, hogy tavaszra már jó lesz. So it means that in January you will start normally the training process? Tehát ez azt jelenti, hogy januárban már kezdi a fölkészülést normálisan a csapattal? I think yes, depend also to my body. Normally I have to start training with conditional trainer January. Now I will see, you know, because you can make a plan and after body also, so you follow your body. So I hope everything will be good to start January. Igen, tehát semmit nem szabad elsietni, most még a rehabilitációs edzővel tölti a napjait. Talán januártól már elkezdheti az erőléti edzéseket is, semmit nem szabad elsietni, mindig hallgatni kell a testére, hogy mit jelez, de ő bízik abban, hogy januártól már teljes erőbedobással játszik. A csapat viszont teljes erőbedobással játszott az eddigi fordulókban. Igaz, hogy az utolsó 2 meccsen nem sikerül gólt lőni, 2-0-0-át játszott a csapat, ez jó a védekezést illetően, de talán most már a szurkoló gólokat várnak. Quinn Noent arról kérdezem, hogy mit szól a védelemhez, és hát nehéz lesz neki visszakerülni, mert nagyon jó a védelem. So last 2 matches 0-0, unfortunately we didn't score, but it's a good news for the defending, because defending is quite complete, so it will be very hard for you to be back on the lineup because the defending is very good. So how can you see the situation about defending, and how can you see the situation with this, that you will be come back in the lineup because Šatka and Hook is a very strong double? Yes, according to you, defense now is they are very good, they are very strong and they are very good, and they are young, they play according to every recommendation to trainer. So I think they are very good now. Maybe we have third or fourth. We are fourth or third defense in Slovakia. So I think we can. They are very good now. So according to me, about me, I think I don't have actually to my mind to fight to come back on the post to come back to fight to one place. I think for me what is better now is getting better and better, and if I am 100% now, I can see if it's possible to challenge or try something to take a time and see. Tehát igen, megdicsérte a mostani védelmet, hiszen a Šatka Hook belső kettős nagyon jó, de hát az egész védelem is talán a harmadik, negyedik legjobb a ligában, úgyhogy nagyon fiatalok, nagyon együtt van a társaság, és maximálisan teljesítik Rossi edző elő
írásai, tehát utasításai, tehát ő ilyenem most nem gondolkozik. Ez neki most nem kihívás, neki kihívás az, hogy 100%-os egészségi állapotban legyen. Így, ha 100%-os lesz, akkor majd elgondolkodik azon, hogy hogyan fog megharcolni a csapatba kerülésért, de tényleg dicséri a védelmet, és nagyon jó. What you will wait about Poprad, about today's, so tomorrow's match against Preshov, because we are favorite, and but we try to score, because zero is good as a defending, but zero is not good as offensive. We have to score, and we are favorite. We are playing outside. How to score and how to collect 3 points? I think we have a good team. We have really a good team. Now they have to believe themselves and play good. I think it's not easy game because conditional to weather is not so easy. There we saw is I think -4 or -5. It will not be easy to play there. So I hope that we give everything. That we they know exactly it's important to win there, because we have two games now, and they are very, very, they still concentrate, and I think they can do something to take a 3 point there. Szóval azt kérdeztem, hogy nagyon nehéz lesz most Poprádon nyerni a Preshov otthonában, mert hát ugye nekünk, mi vagyunk a favoritok, és gólt kell lőni. A nulla az jó ott hátul, de a nulla nem jó elől, tehát mindenképpen gólt kéne lőni. Azt mondta, hogy nagyon erős csapat vagyunk, és biztos, hogy valamit ki fogunk találni, hogy nyerjünk, bár nem lesz egyszerű, mert ugye -4-5 fokot ígérnek, tehát a pálya sem lesz ideális, de bízik a csapatban, és nyerni fog. És a végére még azt kérdezem, hogy mondjon magyarul valami olyasmit, hogy mennyi lesz az eredmény. So try to tell it in Hungarian. How will be the score? Dutch will win 1-0? 8-0. Really? So 1-0, tehát 1-0-ra nyerünk. Nagyon kvint hallották a Dunaszerdai bombonszállóról. Legyen róla ennyit, majd folytatjuk a Franco TV-vel hamarosan, még az indulás előtt.